gamernek lenni régen elég macerás volt. Összeválogatni a megfelelő konfigurációt, mindennek utána menni, mit fog tudni teljesítményben, kompatibilisek-e egymással az egyes elemek, és a végső konfig végül mire lesz képes. Ma már készre szerelt PC-k igyekeznek levenni rólunk a választás terhét, sőt ebbe a kínálatba évek óta felsorakoztak a laptopok is. A kibővült kínálattal a választás szabadsága is szintet lépett, nekünk pedig el kell tudnunk helyezni az adott hardvert a pillanatnyi piacon. Legyünk őszinték. Jó ideje tudjuk, hogy a videójáték nem olcsó hobbi. Viszont erre rájöttek a hardware gyártók is, és sokszor olyan gépeket adnak nekünk másfélszeres szorzóval, mondván a géppel járó presztízst is sikerült beárazni. Akinek ez utóbbi nem igazán ér annyit, annak érdemes lesz nyitott szemmel közlekednie a jövőben, ugyanis az Acer piacra dobta az Aspire F15-ös szériát, ami abban a középkategóriás szegmensben készül támadni, amit mintha mostanában elegánsan elfelejtettek volna a gyártók. Ráadásul igen nyomott áron. A nálunk lévő modellben egy i5-7200U kegyeg 8 GB DDR4 RAM-mal és egy GTX 950M videókártyával, emellett található benne egy 96 GB-os SSD és 1 TB-nyi HDD háttértár. Azért ez nem egy rossz konfig, és mindezt utánunk vágják már 215 000-ért, ami messze nem egy rossz ajánlat. Mondjuk az Acer mindig racionálisabban lőtte be az árait, mint konkurensei. Éppen ezért nem is elsősorban arra voltam kíváncsi, milyen áron kerül a boltokba az új laptop, hanem hogy azért az árért mit fog tudni. A dizájn egy kicsit vegyes összképet nyújt, egyszerre találni benne várakozáson felüli megoldásokat, és az összképet indokolatlanul árnyalókat is. Kezdjük azzal, ami megfogta a szemünket. Először is, ez egyáltalán nem tűnik egy olcsó laptopnak. Szép elől, szép hátul, a matt-fekete burkolatról elsőre meg nem mondanánk, hogy csupán igényesen megmunkált műanyag. Ehhez még hozzáteszük a tapipad körüli fémhatású keretet, és már a nyelvünkre kéreckedik egy szó, amit gamer laptopok esetén ritkán használunk, elegáns. Így kell ezt csinálni, hölgyeim és uraim. Funkcionális oldalon az Acer igyekezett az összes létező csatlakozónak helyet szorítani, vagyis az USB Type-C-től a HDMI-n át az USB 3.0-as és az SD kártyaolvasó felületekig. Viszont itt meg is állhattak volna, mert valamiért a VGA csatlakozótól sem akartak megválni, amit egyszerűen nem tudtam olyan szögből nézni, hogy ne rontsa az összképet. Miért kellett ez? Emellett valamilyen meggondolás mentén kivették a Caps Lock és Num Lock gombok állapotjelző fényeit, ami úgy általában pont nem érdekelne, de amikor nem tudom, egyik vagy másik megye, és emiatt rontom el már több egyére a jelszavamat valahova, az kicsit bosszantó. A rendszer hardveres felépítéséről volt szó, de hogy ez mit jelent a gyakorlatban, arról beszéljenek a képek. A benchmark eredménye alátámasztja a reális elvárásokat, ez egy szolid képességű, korrekt árértékarányú laptop, és a számok sem mondanak ennek ellent. Lássuk, mit jelent ez a gyakorlatban. Itt van például sokunk kedvence, a Battlefield One, ami high beállítások mellett lett próbára téve. Persze nagyon aljas vagyok, mert ennél a beállításnál már nem okvetlenül ez a konfig lenne a mérvadó, de így is kisebb röccenésekkel, de tudta tartani a 30 FPS-t. Nyilván a gyakorlatban érdemes alacsonyabb beállításokkal próbálkozni. Kicsit visszarepültem az év elejére, és megpróbálkoztam hasonlóképpen a Dying Light-tal, és tulajdonképpen ott is megvolt a 30 FPS, bár ott már az úgynevezett kiegyensúlyozott üzemmódot vettem igénybe, aminek a részletei itt láthatóak. Végül pedig régi kedvencemet, a Doom-ot vettem elő. Igazából ez az a játék, amit minden tesztnél elő lehet venni, mert többnyire szimpatikus eredményeket hoz minden környezetben. És persze ez sem hozza le a csillagokat az égről, de egy közel 30 FPS-es tempót az esetek többségében összehoz, figyelembe véve, hogy a játék automatikusan detektált beállításait használtam, és sehol sem finomhangoltam. Az Acer Aspire F15 nem a piac nehéz súlyú szereplője, viszont kategóriájában kifejezetten jól domborít. A ma népszerű játékok még magasabb beállítások mellett is mennek rajta, bár tény és való, hogy azzal tisztában kell lennünk, hogy a vas alapvetően nem erre van kitalálva. Sőt, ilyen beállítások mellett a hőleadás terén is tud produkálni furcsaságokat, éppen ezért nem javasolnám senkinek, hogy az IT törvényszerűségeit megpróbálja áthágni, és olyan játékokhoz válassza az F15-öt, amiket benchmarkokra találtak ki. De ez bőven látszik az összetételén is. Elsősorban egyszerűbb játékokhoz tudnám ajánlani, nem okvetlenül a Battlefield egyméretű óriásokhoz. Ahhoz viszont jó árértékarányú és várhatóan megbízható társunk lesz. Sziasztok!